Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, érdeklődőket. A mai alkalmon az Úri Imádságnak az utolsó mondatával foglalkozunk. Kérjük az Urat, hogy megérthessük ebben is az Úrnak az üzenetét. Az Úr Imádságának az utolsó mondatát olvasom fel, és ezen fogunk gondolkodni, kérni, hogy mit akar Isten ebből nekünk üzenni. Tehát a teljes mondat így hangzik: ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És akkor itt a befejező mondat: mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Előzőleg foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy az Úr ne vigyen minket kísértésbe. Beszéltünk a kísértésről, a próbatétel, a kettő közötti különbségről, hasznáról, káráról, és ugyan nem tértünk, hogy szabadíts meg a gonosztól, hogy itt mire gondoljunk, hogy ez egy személy, a sátán maga, a gonosz, igazából nem fejthető meg pontosan a görög szöveg alapján, hogy maga a sátán, vagy a gonosz személyek, vagy gonosz dolgok, bűnök, amik az ember életébe megjelennek. Tehát a sátánra is gondolhatunk, és kérjük azt, hogy a sátáni gondolatoktól, befolyásoktól szabadítson meg bennünket az Úr. De nem csak egy külső erő működik ellenünk, hanem a bűnre való hajlam miatt bennünk is ott van, jelen vannak a gonosz érzések, gondolatok, és hát, hogyha a sátánnal van dolgunk, akkor Pál apostol ugye azt írja az efézusiaknak, hogy öltözzék fel az Istennek minden fegyverét, tehát hogy fegyverbe hívők, mert a keresztény élet nem egy tehetetlen, kényelmes élet, hanem az egy harcos élet. Tusakodván a bűn ellen, még nem állottatok ellent vérig, írja a zsidókhoz írt levél szerzője is. Tehát küzdelmünk van a gonosz fejedelmével, kísért bennünket, de sokféle gonosz hatás a világból is ér bennünket, embereken keresztül, hogy azt ne mondjam, Jézust még Péteren keresztül, a kedvenc tanítványán keresztül is érte egy ilyen támadás, amikor azt mondta, hogy Uram Isten, nem eshetik meg ez veled, már a szenvedés, meg egyéb, és Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán, mert. Tehát még egy másik emberen keresztül is a gonosz erők megtámadhatnak bennünket, vagy gonosz tanácsok, amik félreviszik az életünket, életútunkat. Tehát erről lehet beszélnünk, hogy a gonosz szal szemben, hogy van-e tartásunk, hogy valóban az Úrban vagyunk-e elrejtve, vagy szabad bejárása van a gonosznak az életünkbe, az értelmi, érzelmi, akarati életünkbe. Aztán még három dolog van, ezt ugye a teológusok doxológiának mondják, dicsőítésnek. Ebben a doxológiában ez a három kérés van: az ország kérdése, a hatalom kérdése és a dicsőség kérdése. A hív ember számára fontos, hogy ebben a bizonyosságban éljen,
hogy Isten országához tartozik, polgára Isten országának. Úgy vagyunk, mint a római legionáriusok voltak, hogy az ő hazájuk Rómában volt, de ők egy távoli országba szolgáltak, és amikor lejárt a szolgálati idő, visszatértek Rómába. Ugyanígy van a keresztény ember is, hogy a mi hazánk a mennyekben van, és hogy most itt a földi életben dolgozgatunk, és próbálunk élni, szeretni, munkálkodni, de majd eljön az idő, amikor megyünk, majd leszerelünk, és ott már nem lesz harc Isten országában. A hatalom az Úr Jézus Krisztus életében az végig ott volt, az emberek ezt csodálták is, és hogy a dicsőség az mennyire fontos, hogy az ember tudjon megfelelően viszonyulni a dicsőséghez, és ne raboljuk meg az Isten dicsőségét úgy, hogy magunknak tulajdonítjuk a sikert, amit Isten ajándékozott. Az Úr imádságra Jézus Krisztus tanított bennünket, és teljesen félreérthetetlen az, ahogyan ő egyszerűen, nagyon tőmondatokba meghatározza félreérthetetlenül azokat a normákat, ami a keresztény élet folytatásunkra szükséges. Másképpen kell élnünk, mint ahogy a világ fiai élnek, és éppen ezért ez, hogy ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, nagyon világosan tanít bennünket Jézus arra, hogy a hívő ember kísértések között él, de nem a gonosz uralma alatt. Augustinus fogalmazta ezt meg nagyon alázatosan, hogy önerejére hagyva tehetetlen a gonosszal és a bűnre vívő erőkkel szembe az ember. Vagyis szabadíts meg a gonosztól, csak az Úr tud megszabadítani, hiszen a saját önerejünkkel nem tudunk a gonosszal harcolni. Arra azt is olvasok az igében, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem szellemi fejedelemségek és hatalmasságok ellen. És éppen ezektől az Úr tud bennünket megszabadítani, és a Szentlélek az, amelyik megítéli a gonosz lelkeket a mennyei Atya ereje által, és éppen ezért a szabadítást is ő adja. Minden nap, ha elimádkozzuk az Úri imádságot, és ebben a lelkülettel vagyunk, hogy szabadíts meg a gonosztól, akkor az ember örülhet, hogy a Krisztus vérének az oltalma alatt van, és nem a gonosz erőknek a befolyása alatt. A gonosz fölött is Isten az Úr, ezért hangzik úgy a kérés, ahogy Jézus fogalmazta, nem Isten kísért, de a bűnre csábító erők is az ő uralma alatt állnak. És éppen ezért ő az, aki megszabadíthat mindezektől, Jakab apostol levele 1. és 13. versében is olvashatunk erről. Az esti imádságom során úgy lélek által egy nagyon régi, általam nagyon szeretett éneket énekeltem, így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót, hű szívvel és hű szájjal, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgokat művel. Ez a dicsőítő formula, amit az Úri imádság végén van, eredetileg talán nem is tartozott oda a dicsőítő formula,
de használata Izraelbe szokásos volt, az imádság befejezéseképpen mindig dicsőítették az Urat, hálát adtak, és ez az áment is helyettesítette. Igen, ez már a gyülekezetnek, a testvériségnek az öröme volt, dicsőítése igen. volt, az imára, amit Jézus tanított, válasz. Igen, és az ősegyházban ezt így szabadon imádták az Urat, hiszen ott, amikor imádkoztak, az apostolok cselekedete szerint még a hely is megmozdult, ott nem az egyéni, mindennapi kicsinyes kérések, hanem a Krisztus, a megváltó Jézus Krisztus dicsőítése, a mennyei iránti hála és a Szent Lélek magasztalása volt, és hogy ezért is aztán ide kapcsolódott az úri imádsághoz, és teljesen összhangba is van. Mi elfogadjuk, mint az imádságnak a záró elemét, sőt, mint az Úr tanítását, arra nézve, hogy hálaadással, az Úr dicsőítésével és magasztalásával fejezzük be az Úr előtt való állásunkat. Ugye ne siessünk el az ő orcája elől, ne menjünk el úgy, hogy a szívünket ne emelnénk fel, hogy a lelki szemeinkkel ne szemlélnénk az örökkévaló, leghatalmasabb mindenek fölött lévő, emberi szóval kifejezhetetlenül nagy Urunkat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Ami így engem megragadott, a Krónika első könyve 29. részében a 10. verstől olvasok a Dávid hálaadó imádságát, ami ugye nagyon régi, több ezer éves, és ahogyan Dávid a gyülekezetben imádkozott, ahogyan az Urat tudta magasztalni és áldani, néhány verset innen felolvasnék. Hálákat ad azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és mondta Dávid, áldott vagy te, Uram, Izraelnek, ami atyáinknak Istene, öröktől fogva mindörökké. Ó, Uram, tied a nagyság, a hatalom, a dicsőség. Ugye mennyire ugyanaz, amit a Máté evangéliumában, az úri imádságban tanított az Úr, a nagyság, a hatalom, a dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van tied. Tied, ó Uram, az ország, te magasztalod föl magadat, hogy légy mindenek fejedelme felett. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken, a te kezedben van minden erősség, és mind a birodalom, a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősítése. Most azért, ó mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet, mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, mint tettük, mert tőled van minden, és aminket a te kezedből vettük, azokat adtuk most néked, mert mi csak jövevények vagyunk te előtted, és zsellérek, amint a mi atyáink is egyenként, a mi életünk napjai olyanok-e földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Én csodálom Dávidnak a világosságát, és nem is akarnám tovább felolvasni, de mindenkinek ajánlom, hogy az 1 Krónika 29. rész 11. versétől olvassák végig, Dávid imádságát, Dávid ismerte az Urat, az ő nagyságát, az ő dicsőséges hatalmát, örökkévaló voltát,
azt a méltóságot, ami a mennyben van, azt a csodálatos lényét az Úrnak, amely minden királyok és fejedelmek felett van. És azt is, avval is tisztában volt Dávid, hogy minden tőle van, a gazdagság is, a dicsőség is, az uralom is, és hogy az Úr az erősség, és hogy mindenek felmagasztalása és megerősítése Istentől van. Dávid vallást tett erről a gyülekezet előtt, és dicsőítette az Urat. Dávid annyira átélte, hogy minden hatalom az Úré, és minden dicsőség az övé, hogy amikor a szövetség ládát vitték, akkor a szövetség láda előtt az Úrnak táncolt Dávid. Ez a tánc, ez teljesen testen feletti volt, nem olyan testies volt, amit mások szoktak táncolni. Egyedül az Úrnak szólt, mert az ő öröme, a Krisztusban való öröme és hálaadása, hogy a helyére kerül az Úr, a kijelentés ládája, ahol ott van a 10 ige, a törvény, amit az Úr csak Izraelnek adott. Ott van az Úr bizonyságai, az Áron veszélye és a manna, ami mind arra emlékeztet, hogy az ember a senki és semmi, hogy múlandó, de az Isten az örökké való. Milyen a mi dicsőítésünk? Olyan, hogy hálát adunk a kéréseinkért, hogy az Úr meghallgatott, hogy a személyes életünkben lett egy kicsit jobb előmenetelünk, egy kicsit több pénzünk, hogy a betegségünk elmúlt, mindenben mi vagyunk a középpontok, ezért adunk hálát. De az Úr hatalmas nagyságáért és dicsőségéért készek vagyunk-e hálát adni? Látják-e rajtunk a környezetünk, az emberek, a gyülekezet? A mi imádságunk az vajon előrébb vívő-e? Az Úr közösségébe vívő-e? Dávid, amikor ezt az imádságot imádkozta, és Izrael népe körülvette a gyülekezet, akkor mindenki szíve fölemelkedett. Mert hogy ugye van egy olyan imádság, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a szolgáló imádság. Ha be vagyok töltve szent lélekkel, és a szent lélek hatalma és ereje kiárad az imádságainkon keresztül, akkor fölemelkedik a körülöttünk lévő gyülekezet is, és együtt dicsőítjük az Urat. Ma nagyon szokás ez a liturgikus dicséret, ami általában zenével és énekléssel történik, nagyon hasonlít a világi koncerthez. Tulajdonképpen, ha a szöveget nem ismernénk, akkor arra is elmenne. Semmi kifogásom ellene, de úgy gondolom, hogy teljesen más a lélek által való dicsőítés, mert az nem liturgikus. Az nem bele hergelős a zenei és a mozgásra, hanem olyan, amely belülről fakad, amely a lélekből fakad, amely a menny felé szól, és nem embereknek. Nagyon nagy dolog. Az ige azt mondja, hogy a Szentlélek az enyémből vesz, és engem dicsőít. Ez nagyon csodálatos, és akik betöltettek Szentlélekkel, azok ismerik ezt a fajta dicsőítést, amikor a Szentlélek dicsőíti. Hiszen ki ismerné jobban Isten hatalmát, csodálatos, szentséges voltát, az ő országát és annak dicsőségét és annak uralkodóját, ha nem maga a Szentlélek. Jézus azt mondta az övéinek, hogy nem küldettem máshova, csak Izrael eltévedt juhaihoz, és Izrael országához való hűsége ebben a mondatban nagyon megnyilvánult, és Isten hűsége a választott néphez, igen. Én úgy gondolom, hogy mert tiéd az ország,
erről is szól, elsősorban ugye, hogy az országa menny, az ő hatalma alatt van, és az ő országába csak az ő áldozatán keresztül juthat be az ember, de aki elfogadja Krisztus áldozatát, annak üdvössége és örök élete van, és átment a halálból az életre. Olyan jó, hogy az ember tudja, hogy Isten országába ott vannak a szerettei, akik hívők voltak, megváltott gyermekei az Úrnak, és már előre mentek, hogy nem végleges az elválás. De amikor ezt imádkozzuk, hogy mert tiéd az ország, akkor tudni kell, hogy Istennek van egy mennyei országa, amiről az előbb beszéltünk, és van egy földi országa, aminek vannak határai, és ezt úgy hívják, hogy Izrael. Most a háború idején nagyon sokat gondolok és imádkozom Izraelért. Izrael azért jött létre, mert megvan írva, hogy ahogy elment az Úr, úgy fog visszajönni. Az Úr az olajfák hegyéről ment el, és oda várják vissza az Urat, és hogy az Úr az ő országát itt elkészítette Izraelt, és a hívő embernek tudni kell, hogy Isten országának a földön a határai vannak, amit Izraelnek hívnak. Így folytatódik tovább, tiéd az ország és a hatalom. Istennek van hatalma ezt az országot megtartani. Ővé minden hatalom, és amikor a földi hatalmára gondolunk, és az Ószövetséget olvassuk, amely hatalmas világosságban mutatja meg a hatalmas Istent, akkor tudnunk kell, hogy ennek az Istennek az a neve, hogy seregek ura. Izrael számára Isten a seregek ura is, és ma is erre gondolunk, és ezért imádkozunk, hogy a seregek ura győzze le a gonoszt, győzze le a terort, győzze le mindazt, ami az ő népének és az emberiségnek ellene van, és a hitnek. Az Úré a hatalom. Ezt emberi erővel nem lehet, de a seregek ura megcselekszi. Hisszük és dicsőítsük őt. Az Úré minden hatalom, minden ember élete fölött az Úré a hatalom. És a gonosz is csak addig tud eljutni, ameddig az Úr megengedi, és határt nem parancsol. Mert az Úr a gonosz felett is Úr. Hatalma mindenek felett való. És csodálatos az, hogy a hívő ember tudja, bízhat az Úr hatalmas erejébe. A személyes életünkben is megtapasztalhatjuk, hogy nem emberi gonoszságnak van hatalma az életünk felett. Nem a gonoszé az utolsó szó, hanem az Úrnak van hatalma, és az Úr ki is ment a gonosz kezéből. Ez, hogy szabadíts meg a gonosztól, ez összefügg az Úr hatalmával, mert neki van erre hatalma, és meg is cselekszi. A legnagyobb szabadulást a Golgotai kereszten kapta az ember a szabadítótól, mert hatalma volt Jézusnak arra, az Isten fiának, hogy letegye az életét, és hatalma volt, hogy a feltámadás ereje által újra felvegye. És nem csak az ország, és nem csak a hatalom az övé, hanem a dicsőség is. Isten dicsőséges Isten, változhatatlan, az ő dicsősége örökké való dicsőség. Az ő fénye nem homályosodik meg, hanem egyre inkább ragyog, és aki őt követi, és az ő gyermeke, azon átragyog Isten dicsősége, és visszatükrözheti ebben a földi világban, ahol a sötétségnek sok ereje van, az Isten dicsőségét. Az Úr dicsőségét nem lehet meglopni. Az Úr dicsőségéből nem lehet elvenni. Nagyon sokan csúnya módon káromolják Istent,
de az ő dicsőségén ez nem változtat. Csodálatos módon megmutatja Isten az ő dicsőségét a földi embernek, láthatóvá teszi, és Isten dicsősége a feltámadott Jézusban lett láthatóvá minden ember számára. Az ég és a föld elmúlnak, de Isten dicsősége, az ő ígéjének, beszédének, az örökké való léte el nem múlik. Ez nagyon csodálatos, és engedje meg Isten, hogy a mi porszem életünk, amely méltatlan arra, hogy Isten közelébe legyen, de az Úr tesz méltóvá arra, hogy dicsőítsük és magasztaljuk őt. Nagyon nem is lehet kifejezni az ő dicsőségét szavakkal, hiszen Isten nem test, hanem lélek, és az ő dicsőségét azok élik meg, akik lélekben és igazságban imádják őt, a Krisztus igazságában. Tehát az Úr így tanított bennünket imádkozni, az úri imádság végét idéztük, ne védj minket a kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ő az, aki megszabadít az ő hatalma által, aki az ő dicsőségével körülveszi az embert. Adja meg az Úr, hogy örömmel és hálaadással tudjuk őt dicsőíteni, magasztalni, és ki ne maradjon az imádságunkból a lélek szerinti dicsőítés, áldás.